Jó estét kívánok! Köszöntöm idei utolsó kedvenc magazinunk nézőit. Mai adásunkban többek között azt is megmutatjuk önöknek, hogyan talált gazdára Gombóc, akiből hamarosan terápiás kutya válik. Tartsanak velünk! A kutya karácsonyon több kutyus és cica is gazdára talált. Egyikük a fél év körüli Gombóc, aki az ünnepet már új otthonában várhatja. A szerencsés négylábú különleges helyre kerül, ugyanis a kutyával egy mosolyért alapítvány felfigyelt rá. A tesztek alapján úgy tűnik, kiváló terápiás kutya válik majd a megmentett kutyusból. Van egy pesti kutyásunk, aki a már meglévő kutyája mellé szeretne egy másik kutyát, és bele volt szerelmesedve a mi Bobi kutyánkba, aki egy kis puli keverék, és szintén egy menhelyről mentett kutya, és tulajdonképpen egy pontosan olyan kutyát kerestünk neki, csak Szukát. Hát nem volt könnyű feladat, és hát nyilván így akarta a sors, hogy ez így legyen. Pont a Bobis gazdi talált a menhelyet kutyások között egy pont olyat, mint a Bobi, és küldte nekem, hogy nézd itt a Bobi lányba. Megnéztem, és láttam, hogy egy napja van a menhelyen. Azt írták, hogy kedves ember szerető, azonnal fölhívtam az Andit, a menhely vezetőjét, hogy megengedje, hogy leteszteljük a kutyát, hiszen már a negyedik kutya ő, akit innen a menhelyről elviszünk, és ebből három már vizsgázott terápiás kutya. Úgyhogy kijöttünk, leteszteltük a kiskutyát, és én úgy gondolom, hogy a jó Isten is terápiásnak teremtette a temperamentumát illetően, úgyhogy ma volt a nagy nap, hogy elvihettük, ugye ki kellett várni a két hetet, hogy hát ha jelentkezik a gazdája, ugye ez a rend, és kikozmetikázva itt várta az új gazdiát, aki nagyon-nagyon boldog vele, és mi is nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon-nagyon jó kis kutya lesz, remélem belőle. Gombócba az új gazdik már az első fénykép láttán azonnal beleszerettek, és alig várták, hogy hazavihessék a bájos és eleven kis kutyát. Teljesen olyan, mint Bobi, és teljesen beleszerettünk. Férjemet is kihívtam a szobából, hogy nézze meg a Facebookon, hogy néz ki ez a kiskutya, és ő is igent mondott, és hát alig vártuk, hogy leteljen ez a két hét. Tekláéknál szerelem volt első látásra. Remélik, hogy nagykutyájuknál, Keninél is így lesz ez. Reméljük, hogy a nagykutyánk is a vakrandival bele fog szeretni, mert hát végül két hete mondogatjuk neki, hogy jön Gombóc, már megvan neki csinálva az ágy, a másik kutya mellett, úgyhogy reméljük, hogy ő is elfogadja. Kenny 3 éve vizsgázott terápiás kutyaként, és azóta minden nap gazdiával dolgozik az iskolában. 30 éve dolgozom, mint tanító, és az összes szakmai fortélyom kezdett kikopni a mai gyerekek mellett, és akkor a terápiás kutya ötlete bevillant, és akkor egy Golden Retrievert vettünk. Egyébként mindig talált kutyáink voltak, úgyhogy azért is örültünk most Gombócnak, hogy akkor folytatjuk a 35 éves hagyományt, mert ez a kis 5 éves kitérő, hogy Golden Retriever legyen, és Kennelből vettük. És hát akkor képeztük, egyébként nagyon jó volt már akkor a gyerekeknek is, az osztálybeli gyerekeimnek, mert bevittem, hogy neki is kell az iskolába, a kutyaiskolába házi feladatot csinálni, és akkor ők is sokkal nagyobb lendülettel csinálták az iskolai házi feladatot, hogyha a Kennynek kell, akkor nyilván nekik is kell, és akkor ez ilyen vicces volt. És hát azóta meg ugye 3 éve, mióta levizsgázott a kutya, folyamatosan minden nap, úgy, mint iskola kutya, bent van velem az osztályba. Én csak fejlesztő pedagógus vagyok, de hát én vagyok a legnépszerűbb tanítónéni, tehát nyilván a kutya miatt, és hát tényleg úgy van, hogy szünetekbe is csak bebejönnek a gyerekek, egy kicsit megsimizik, kicsit dobálják neki a labdát, és akkor mennek az órára, és ez mindenkinek nagyon jó. Gombóc egy fél óra alatt megtanulta az ülvezényszót, úgyhogy nagyon ígéretes kiskutya. Most jöhet a kötődés kialakítása, majd a képzés, és reményeik szerint egy év múlva a vizsga. Gyere, nézd csak! Gyere, ki van ott? Gyere, ki van itt vagyunk! Jajaj, kérek szépen, Juti falatot! Gombócnak már nagyon boldog karácsonya lesz, ugyanis megkapta a legfontosabbat, egy igazi gazdi szeretetét. Jó van, Gombika. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Megyünk haza.